Rendőrségi helikopter száll fel a nyíregyházi repülőtérről, fedélzetén a kormányhivatal szakembereivel. Az őszi terményeket és a már tarlós földterületeket ellenőrzik, parlagfű után kutatva, ugyanis az idei évben ismét kiemelten figyelik az allergén növény elterjedését. Kiemelt feladatunk a parlagfű ellenőrzés, ezt természetesen a kormányhivatal végzi, és ugye a kormányhivatal egységes, de a kormányhivatalon belül a földhivatali főosztályunk és a növény- és talajvédelmi osztályunk ellenőrzi a parlagfű fertőzöttséget, a technikai segítséget pedig az országos rendőrfőkapitányság biztosítja. Amint látják, ez most légiúton történik, de emellett a kollégák természetesen terepmunka során is nézik a parlagfű fertőzöttséget. A kormányhivatal szakemberei szerint megyénkben az előző évekhez képest idén nehezebb a parlagfűmentesítés, mivel a több csapadék miatt jelentősen megnőtt a fertőzött területek mérete. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt évhez képest nehezebb a helyzet a parlag mentesítéssel kapcsolatban, ugyanis sokkal több csapadék esett ebbe az évbe, sokkal intenzívebb volt a csirázás, illetve a parlagfűnek a növekedése is. Viszont a csapadék miatt a napraforgó, illetve a kukoricatáblákban a gyomírtó szereknek a hatása is jobb volt, de összességében több fertőzött területünk van, mint tavaly. A pollen koncentráció az nagyságrendi különbségek nincsenek, tehát nagyságrendekkel nem növekedett. A kormányhivatal a feltárt területek GPS koordinátai alapján jegyzőkönyvet vesz fel, majd hivatalos levélben felhívja a földtulajdonosok vagy földhasználók figyelmét a közérdekű védekezésre. Ha a parlagfűmentesítés nem történik meg, a szabályszegők 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő bírságra is számíthatnak.